Na és én akkor itt le is zárnám ezt a mai GTA live-ot, remélem, hogy tetszett nektek. Szukabliet! Én igazából 192.800-ra tettem volna a mai feliratkozószám cél, de a közben már meg is lettünk 193.000-en. Szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, én itt nagymester hardcore voltam. Istenem, és ami nem maradhat el, az nem más, mint egy hello! Legdurvább rétként baszki anyádat! Én szagyjuk abba ezt a cségó szarságot! Inkább vegyük fel a cuccut! És visszamegyünk a gép elé! Hallod? Hello. Jó is lenne, hogyha abba hagyna a cségózást! Majdnem, hogy... Abba hagytam, most hagytam abba. Ja, jó. Majdnem el lett cseszve az egyik GTA live-om. 193.000-en vagyunk most a csatornámon. Jó, rád. Köszönöm. Ezért bemelyik a gép elé. Magának egyébként mennyi van? Vagyis neked? Nekem most 200.000 van. Most lett meg. Cségó live alatt. A Cségó live alatt? Majd gondolom holnap tolni fogsz egy... egy következő live-ot. Én majd holnap fogok tolni egy... egy Cségó... Cségó? Nem Cségó live-ot, hanem mindegy, majd kitalálom. Hello, Dani. Igen? Dani. Mi az? Mi az? Találtam egy tök jó árat, hotelra. Teljesen jó árban van. Tényleg? Mennyi lenne? Igen. Mennyi lenne? Én fogom állni. Körülbelül 40 aranyba fog kerülni az egész. Az tök jó. Akkor már is hozom az összes felszerelésemet. Nem, mert csak holnapra érkezik meg a cucc. Ja. Pedig menjünk aludni szerintem. Hát de mondjuk, még eléggé reggel van. Szóval hova menjünk még aludni? Ez már délután van. Akkor délután. Nem, akkor is próbálj meg elaludni. Még nappal holnap van eléggé. Nem baj, holnap megyünk. Ha jó van, addig én meg tolok egy live-ot. Én alszok. Nézzük. Nem bírok aludni. Ez be okos ládát. Baj. Aj, kimegyek a postaládához, nézzük meg. Kezdjük el a következő live-ot. Dani, jött tudsz! Hát akkor nem most fogunk live-olni szerintem. Jött tudsz! Még pedig mi? Ez neked jött. Ez itt. Ez neked jött. Bankszámla. Mit kell fizetnem? És várjál. És kaptunk egy ilyet is. És jegy. Egy ilyet is. Ezt berakd el, megyünk kaptunk, nem? Ja. És itt van nálam a térkép, hogy merre kell menni. Jó, és hát várjál, kaptunk 3 könyvet. Hát akkor itt nem lesz live. Elolvastam. Igen, léci. Az egyik, az útlevél. Ami az van, hogy vettem 2 darab útlevelet a határ átlépésére. Az így nekem megvan. Jó, akkor én... levettem a felszerelés. Összesen 40 aranyba fog fájni nekünk az, hogy most elmegyünk oda. Jó. És a másik az meg az, hogy üdvözlet, ön a Vision Express-től 2 jegyet vásárolt. Kérem kövesse térképen látható dolgokat, majd az út 10 arany, a szállás 34 aranyba fog kerülni. Azért akkor hazudtak nekünk, akkor 44 aranyba fog fájni. Na mindegy. Mindegy, azért az a 4 arany nem a világ vége. Nem. Mert akkor adott fog. Tudod, hogy én gazdag családból vagyok. Származok. Ja. Nekem viszont lassacskán megvan a 200.000 subszcéri. Ide már be kell adni az útlevelet, és akkor át tudunk menni. Várjál. Igen, nálam van. És akkor bebírunk menni. Hát nagyon itt, ebben nincsen, ahogy látom. Várj meg! Gyere! Jó napot! Üdv! Van itt valaki? Jó napot! Ott vannak az első szoba, második szoba. 44 aranyba fog fájni. Jöjjenek fel, dobják be a WC-be. A WC-be? Ott, majd én átveszem.
A WC-be? WC-be? Jó. Én ezt a sokkal... Ne, szerintem ne dobjuk be oda, gyere. Szerintem sem. Inkább valahova máshova adjuk oda. Menjünk le. Amúgy itt van egy gamer szoba, majd fogunk tudni tolni live-okat itt is. Ja, amúgy itt kettő fogunk tudni live-olni. Na mindegy. Tomit szerintem dobjuk be ide, mert ott valami alul biztos van. Szóval ennyi onnan... Nem, inkább semmi sincsen, na mindegy. Nem baj, akkor is velünk. Akkor én kiveszem a... Jó, akkor dobják be oda! 44 óra, hogy az ad! Jó. Rendben van. Elég érdekességes. Ott a 44 na. Aranya. Köszönöm. Kocs menjünk. Na. Szerintem. Ja igen, ezzel a kulcsokat azért vegyük el. Ha igen, kulcs. Vedd el te is az egyiket is. Ez egyes szoba, az tökéletes. Opa, elfelejtettem bezárni a lakásomat. Ó, én is. Jó, jó, hogy észbe kaptam, ugye? Oho. De nekem csak a kaput kulcs. Kell bezárni. Nekem az ajtót. Be van zárva. És akkor megyünk vakációra. Na, mehetünk akkor. Bocs, aztán fogom még egy útlevelet bedobni. Már bedobtunk egyet. Na jó, van. És akkor még az egyes szoba itt. Szerintem ez a kettes. Ja, ez a kettes. Mert ez nyitja ki. De úgyhogy az ajtóra kattintasz. Nem, én nem tudom ezt kinyitni. Nem, én ide rakom, és akkor így kinyitja nekem. Én ezzel a kulcsféleségre ki tudom nyitni. Te is. Van itt egy két cucc. Itt egy fej is. Ha jól gondolom. Állok még 52 arany. Ez egy fej akar lenni. Segítatok valamiből? Nem tudok kimenni az ajtón. Na. Segítatok valamiből? Mivel igen? Igaz, ezt akartam kérdezni. Akarok oda azt? Hát, igazából hoztunk hozzá felszerelést. Hoztunk. Hát akkor nem fognak. Már hogy? Ha miért csak betalni lehet itt ezen a kopartfődön. Na az jó. Itt még tó sincsen. Még van nálam kaja. Nálam is van 22 sült marhahús. De mindegy, én eddig körülnézek. Itt lent. Van-e valahol valami? 64 plusz 16. Nekem elég 22 is erre a napra. Nem egy napra vettük meg, úgyhogy tudod. Mennyire? Két hétre. Ja igen. Addig mondjuk, addig legalább tudunk, nálam van egy kamera. És addig tudunk felvenni. Ja. De szerintem ma már tegyük el magunkat holnapra. Jó ötlet. Jó hét! Jó hét! Jaj, de jó volt ez. Nem tudok aludni egyszerűen. De se, én se. Szép. Itt vegyük fel a cuccunkat és menjünk egy kicsit kilevegőzni. Jó ötlet. Mondjuk rajtam marad, de mindegy. Friss levegő, olyan jó. Mondjuk itt konkrétan beáramlik a friss levegő. De mi az Isten? Normális vagy? Mi van? Meglőtted magad? Nem lőttem meg magam. Na várj, akkor gyorsan elő kéne venni valahonnan kötszert. Nagyon fáj a kezem. Na, szerencsé, hogy volt nálam kötszer. Na. Ott? Tekert fel magadra. Na jó, közben játszott a kezemet és a lábamra is ráment. Ojjaj. Remélt, hogy nem lesz súlyos. Befekszek. Szerintem az ágyba. Jól van. Nyugodtan. Addig ne örködjek? Nem kell, szerintem te is próbáljuk korra kapjam. Ja, én gyorsban még mindjárt megvacsorázok. Húha. Már nem kell sok. Már lassan lemegy a hold.